Varsó leállítja az Ukrajnának biztosított fegyverszállítmányokat, miután Kiev feljelentette legfőbb szövetségesét a Kereskedelmi Világszervezetnél az ukrán gabona importjának tilalma miatt. A lengyeleket Ukrajna azzal is megvádolta, hogy ezzel a döntéssel Oroszországot segítik a háborúban. Ez a döntés nagyon fájhat Ukrajnának. Lengyelország a háború kirobbanása óta ugyanis brutális mennyiségű fegyvert adott át az ukránoknak. Ezzel a témával folytatjuk. Fábián Barna kérdezi vendégét. Jó reggelt! Nagyon szépen köszönöm, jó reggelt kívánok, Anton Bendazsevszki a vendégem, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, tisztelettel köszöntöm. Ennek a két országnak, ennek a két rokonnépnek, népnek, lengyeleknek, ukránoknak, folyamatosan ilyen hullámzó volt a viszonyuk. Hol nagyon jóba voltak, hol ellenségeskedtek. Most, ami eddig történt, az orosz ellenesség tartotta össze őket? Eddig a gabonavitáig? Az orosz ellenség és a nemzeti biztonsági érdek, tehát Lengyelország számára alapvető biztonsági érdek, hogy legyen egy olyan biztonsági sáv a saját ország határa mellett, amely megvédi az országot ugye orosz törekvésekkel, orosz terjeszkedéssel szemben. Ez az egyik, a másik pedig az ukrán piac. Tehát Lengyelországnak vannak külpolitikai ambíciói. Ugye 2009 óta működik a, lengyel, lengyelek által kitalált keleti partnerség, amely Kelet-Európa országait fogja össze, többek között Belaruszt, Azerbajdzsánt, Grúziát, Ukrajnát is, és abszolút a lengyel a külpolitikának a, az egyik elemének számít, hogy Lengyelország hogyan tud terjeszkedni, hogyan tudja saját magát pozícionálni ebben a térségben. Lehet, hogy az is a háttérben van? Buta kérdés, mert magam is a szóval választ, legalábbis sejtem, hogy jövő hónapban Lengyelországban választások lesznek, és a, gazdák szavazataira, mindenkinek szükség van is Lengyelország alapvetően, ugye mezőgazdasági területekkel, ennek ezek nagyon jó minőségű földekkel innen, től számítva rengeteg gazda van, és ők is szavazni fognak. Abszolút, ennek a vitának a, a, az ilyen kiélezett retorikája, az mindenképpen a választásoknak szól, hogy október 15-én lesznek Lengyelországban választások, és mindenképpen tehát ennek a vitának két fő problémája van, az egyik a választás, a másik pedig az, hogy Ukrajna nyilvános síkba terelte ezt a, ezt a vitát. Nem a háttérben próbálták elrendezni a vitás kérdéseket, hanem ők kivitték a nyilvánosságba, és Lengyelországnak nem volt más választása, mint hogy nyilvánosan reagálni rá, mert hogy a, ugye a lengyel választók nyilván elvárták a, a kormánypártól, hogy erélyesen reagáljon rá, és ezt meg is tették egyébként alapvető ilyen szempontból. A lengyel kormánypárt nem is jött rosszul ez a a vita, mert meg tudják mutatni, hogy megvédik a, a lengyel nemzeti érdekeket, és kiállnak a, a gazdákért, kiállnak a, a lengyel nemzeti érdekekért. De Nyilország nem volt olcsó János, ami a fegyverszállításokat illeti. A magyar nemzetben van egy táblázat, ami azt mutatja, hogy Ukrajna legnagyobb katonai támogató, nyilván az Egyesült Államok van az első helyen. 42,1 milliárd euró van ad hát a 900 milliárdos amerikai katonaköltségvetéshez képest tényleg ez apró pénz. Apró pénz. Viszont a többiek, hát nyilván jóval kevesebb, ugye Németország a második 17 milliárd, de Lengyelország azt mondja, egy, kettő, három, négy, hatodik, három milliárd euróval is olyan államokat előz meg e tekintetben, mint Hollandia, Kanada, Svédország vagy Finnország. Tehát azért ez a három milliárd fegyver azért valahol hiányozni fog, nem? Hát sőt, ugye, ha katonai vállalásokat nézzük, ezek most a tényleges kifizetések, hogy ami ténylegesen már Ukrajnában, Ukrajnába kötött ki pénz vagy eszközök formájában, de ugye az amerikai vállalások már 80 milliárd dollárt is meghaladják, tehát azok a... Tehát ennek az összegnek a, a, duplája, amit most... Nagyjából említettem. igen, 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 hiszen ugye születtek olyan csomagok, amelyek jövőbeni szállításokra, tehát azokat a fegyvereket még le kell gyártani, amit már Ukrajnának megszavaztak, és Lengyelország is többet Vállal, tehát a, a lengyel vállalás több mint 4 milliárd eurót tesz ki. A, a leszállított és a, és a vállalt fegyverek. Sőt, hogyha a GDP arányában nézzünk, ott is Lengyelország azt hiszem a negyedik helyen van a balti államok után. Tehát GDP arányosan, majdnem a GDP-jük 0,7 vagy 0,8%-át nyújtották eddig Ukrajnának. Tehát való, Valóban nagyon magas ez a, ez a pénz, de nem, nem gondolom az, hogy drasztikus sírtelen egyébként Lengyország leállna a támogatással. Most van egy nagyon komoly vita, ami a választásoknak is szól, de az, a, az háttérben a, a, az érdek, a biztonsági érdek, az, az továbbra is meghatározó lesz Lengyország és Ukrajna viszonyában. Tehát azt gondolom, hogyha a vége a választásoknak, akkor majd látunk valamiféle közeled, de is nem azt mondom, hogy a bizalmi kapcsolat, ami most mindenképpen megromlott a két ország között, az helyre fog állni, és ez, ez nagyon fontos egyébként, hogy az ország vezetői hogyan viselkednek egymással, milyen kapcsolatokat ápolnak. Tehát ez a bizalmi kapcsolat azt hiszem, hogy a legnagyobb csorbát szenvedett most, de a, a nemzeti érdek ország szempontjából, Sukrajna szempontjából továbbra is össze fogja fogni a két országot. azt mondják bizonyos politikusok és újságírók is, hogy amit Lengyelország tett az ukrán menekültekért, annál ahhoz képest azért lehetne kedvesebb is Ukrajna. Hát több mint egy millió ukránt fogadtak, már be 2014 előttről is voltak, rengetegen úgy dolgoznak ukránok Lengyelországban. És a másik, ami érdekes, amit volt szíves említeni, ez a 0,8 GDP arányosan, amit Ukrajnának vittek a lengyelek fegyvert és különböző hadianyagokat, hát ugye a NATO vállalás kétszázalék annyit kell fordítani a hadsereg fejlesztésére, tehát azért mondom, ez egy nem egy apróság. Igen, ugye a kettő összefügg, tehát önmagában lengyelországot a segítése a nato vállalásoknak a, a, az elérésében, hiszen ugye a régi szovjet fegyverek átadásával, ők egyben modernizálják a saját hadseregüket is, tehát ugye nagy mennyiségben adtak át szovjet típusú harckocsikat és páncélozott harci járműveket, ugye 14 még vadászgépet adtak át, ez lehetőséget ad a lengyel hadseregnek, <laughs> hogy ezek helyett, az eszközök helyett ugye modern, mondjuk amerikai vagy német fegyvereket szerezzenek be. De valóban ezért sem volt szerencsés, ugye ukrán szempontból a publikusségbe terelni ezt a vitát, mert nagyon sok szálon függ Ukrajna Lengyelországtól. Ugye fegyverszá... Önmagában az, hogy nem, nem, is csak a maga a lengyel eszközátadás, hanem ugye a tranzit szerep. Tehát ugye a legtöbb eszköz, amerikai, német eszközök Lengyelországon keresztül jutnak be Ukrajnába, és a javítás is ugye alapvetően lengyel logisztikai központokban történik. Tehát a, az Ukrajnában használt katonai eszközök, aztán, hogyha ugye, megsérültek, vagy a karbantartásra szorulnak, akkor ezeket alapvetően Lengyelországban vagy a balti államokban rakják helyre, tehát ilyen szempontból is létfontosságú Lengyelország szerepe Ukrajna számára. Anton Bandrezsevszki, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szengedést.